Williams Televízió. Maglódváros önkormányzata Pápess Tibordi adományozásával ismerte el Gellért-hegyi Tiborné iskola védőnőként és egészségnevelés terén végzett több éves odaadó munkáját. A díjazottal munkájáról, életútjáról beszélgettünk, de megkérdeztük az általag gondozott gyermekek egészségi állapotáról, étkezési, folyadékfogyasztási és szórakozási szokásairól, valamint szociális helyzetéről is. 10 éve dolgozom Maglódon, a Maglódi Vermesi Péter Általános Iskolában, iskolavédőnőként. Az iskolavédőnőnek nagyon sok feladata van a gyerekekkel. Általában 6 és 18 éves kor között gondozzuk a gyerekeket. Maglódon, mivel nincsen középiskola, ezért én 6 és 14 éves kor között gondozom a idejáró iskolás gyerekeket. Munkakörömbe tartozik az egészségügyi szűrés, tehát évről évre nyomon követem a gyerekek fejlődését, elsősorban a testi fejlődését, leszűröm, hogy esetleg kialakult náluk valamilyen betegség vagy elváltozás az elmúlt évhez képest. Ha kiszűrünk a vizsgálat során gyerekeket, akkor vagy a házi orvoshoz, vagy szakorvoshoz irányítjuk. Azt tudom, hogy a 10 év még nem egy nagy idő az emberiség történetében, de ez alatt az időszak alatt milyen változást vett észre, javul vagy romlik a maglódi gyerekek egészségi állapota? Hát sajnos nem javul. Az itteni egészségügyi dolgozók mindent megtesznek azért, különböző lehetőségeket nyújtanak az egészségnevelésben, iskola is teret ad ennek, de az a tapasztalatom, hogy az egészségtelen táplálkozás és bizonyos italok fogyasztása mindenféleképp rombolja a gyermekek egészségét. Konkrétan milyen ételekről, italokról van szó? Ez elsősorban az energiaitalok fogyasztása. Nagyon sok gyerek sajnos már reggelire is ezt fogyasztja, és napközben is általában magas cukortartalmú és szénsavas üdítő italokat isznak. És mit esznek? Ritkán esznek, tehát nem reggeliznek, ez az alapvető probléma. Kevés gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. Folyadékból is inkább az édes és a szénsavas üdítőket, illetve nagyon sok chipset esznek, mind 10 óraira, mind egész délelőtt az iskolában. Nagyon kevesen hoznak uzsonnát és 10 órait. Az iskola büféje igyekszik az egészséges életmódnak és az egészséges ételeket biztosítani a gyerekeknek, de nem mindig ezt veszik meg a gyerekek. Milyen szociális változásokat vett észre a gyerekek családi hátterét illetően? Egyre növekszik a 18 év alatti gyerekek létszáma Maglódon. Ez egyrészt úgy, hogy megszületik a harmadik, negyedik gyermek is az itt élő családokban, illetve úgy, hogy beköltöznek, kiköltöznek ide Budapestről vagy egyéb településekről a családok. A szociális helyzet változó. Az a tapasztalatom, hogy egyre kevésbé foglalkoznak otthon a gyerekekkel a felnőttek, a szülők vagy a nagyobb testvérek. Ez akkor is úgy van, hogyha a család otthon van, mert éppen jelenleg talán nincs munkája a családfőnek, illetve az édesanyjának, és sajnos akkor is, hogyha későn járnak haza a szülők, mert dolgoznak, tehát nincs különbség. Ugyanúgy a gyerekek magukra vannak hagyva, lehetőség van délután mind az iskolában, mind a különböző intézményekben délutáni programokra, szakkörökre. Ezek legtöbbje ingyenesen elérhető, de az a tapasztalat, hogy mégsem élnek vele a gyerekek. Egyre inkább a média, egyre inkább a számítógép és a számítógépes játékok, illetve a telefonon elérhető különböző letöltések foglalkoztatják őket. Van-e különbség a beköltöző családok és az őslakos családok között olyan értelemben, hogy itt még megvan a nagy család intézménye, nagymama, nagynéni, a beköltöző gyerek pedig gyökértelennek érzi magát? Igen, nagyon nehéz a beilleszkedés. Egyrészt a gyereknek, másrészt a szülőknek. Egyrészt talán nem is annyira tudja még felvállalni ezt a kisvárosi életet, tehát főleg Budapestről, aki ide kiköltözött, nagyon más ez az életforma, mint Budapesten. Hosszú időnek kell ahhoz eltelni, hogy egyrészt megismerje a várost, illetve akarja megismerni a várost a különböző programokon keresztül, illetve hogy befogadják az itteni őslakosok. Egy természetes ellenállást azért én látok az őslakosok és a beköltözők között, de ez, hogyha valaki nagyon aktívan részt vesz, akkor úgy gondolom, hogy befogadja a város, és teljes körű polgár lehet a városnak. Ez az iskolában a gyerekek részéről semmiféle hátrány nem jelent? Én úgy gondolom, itt nincs különbség. Az új gyereket befogadják, ez inkább természet és érdeklődés függő, nem pedig az, hogy ő honnan jött. Itt az agglomerációban a demográfia hogyan alakult? A 6 és 18 éves korotti gyerekek létszáma folyamatosan növekszik. Ezt én abból tudom lemérni a munkám során, hogy eddig 4 általános iskolai osztály volt egy év folyamon, most folyamatosan már 5 általános iskolai osztályt kezdi folyamatosan a tanévet.
Williams Televízió.